Hello, hello, szia, csoda szép napot, reggel, estét, na hát ezt is megértük, hogy a szeptembert le fogjuk zárni, és tudjuk, hogy szeptember az esetek többségében, ugye a kriptóban pirossal szokott zárulni, most viszont van még egy zöld gyertyánk, és pár óra múlva fog zárulni, mire te ezt a videót nézed, már zárva lesz, úgyhogy egyelőre zöld ez a gyertya. Én Denkler Miklós vagyok, a Kriptomájc és a Kriptomester csapatából. Elhozunk neked a legfrissebb kriptóhíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljunk az internet és a pénz evolúciójának a következő szintjéről, ami nem más, mint a kriptovaluták. És ugye tudjuk, hogy ez a legfantasztikusabb iparág, ez, ami leggyorsabban fejlődik, és még az ilyen nehéz napokon, meg amikor a világ összedőlőben van körülöttünk, illetve azt akarják, hogy féljünk attól, hogy éppen összedől a világ, és mindenhonnan ijeszgetnek, de mi látjuk a fényt az alagút végén, és tudjuk, hogy a kriptó a jövő. Szóval kérlek egy kövér lájkot, sok-sok szeretettel nyom meg kérlek a lájkombot, ezzel segíted a YouTube csatornát, hogy minél több embernek megmutassa a YouTube ezt a videót, és ugye ezáltal egyre több ember fog követni minket, edukálódni, és ezáltal egyre többen leszünk a kriptóba. Egyben kérlek, iratkozz fel, nyomd meg a feliratkozás gombot, harangocska összes, és akkor mindig kapsz értesítést, amikor videót töltünk föl. Köszönjük szépen a lájkot, és ugye menjünk is tovább. El kell ugye mondjam azt, hogy amit itt elhangzik a videóban, illetve bármi, amit találsz a különböző formában a csatornáinkon, nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsadásnak. Mindig tedd meg a saját kutatásodat, hogyha egy adott kriptó eszközről hallasz, illetve a saját pénzügyi helyzetedet is elemez ki, és a különböző kriptó tevékenységeknek az annak megfelelő kockázat szerint fektes be, meg persze a saját pénzügyi helyzetednek megfelelően, ugye nem mindegy, hogy hosszú távra gyűjtögetsz, kereskedsz tőkátitellel, szabályrendszerrel, farmolsz, DeFi-olsz, NFT-t mintelsz, mind különböző kockázat. Szuper, menjünk és nézzük meg, hogy mi történik a kedvenc buborékos csártunkon. Az történik, hogy Bitcoin és Ethereum nagyjából plusz-minusz nullában van, most egy enyhén nullában, jóformán sok minden nem történt, az altcoinok zöme enyhe nullában, illetve kis korrekcióban, pár altcoin, Quant, Helium, Leo, Ton, Bitcoin Cash, Luna C, ami zöldben. Nézzük, mit mutat a kedvenc indikátorunk, a kriptofélelem és kabliság indikátor. Azt mutatja, hogy 21-en állunk, ez már nem csoda, folyamatosan itt vagyunk már hetek, hónapok óta, 20-21 körül ingadozunk, úgyhogy befektetők még mindig extrém félelemben vannak, még odébb van az, hogy kapzsiság legyen a piacon, de tudjuk, hogy el fog jönni, és amikor ez a félelem a piacokon, ami lehet, hogy túl van árazva, az, hogy ugye a Fed kamatot emel, recesszió lesz, összedől a világ, ugye ilyenkor mindig az ember mindig a legrosszabbra gondol, sőt, ugye a médiából is ezt kapjuk, az, hogy most ez irányítottan vagy nem, ebben most nem megyünk bele, de zárt ajtók mögött akár erről is beszélhetünk. Viszont jelenleg én azt látom, hogy túlárazták, főleg a kripto kapcsán. Viszont ez nem zár ki, hogy még nem mehetnénk lejjebb, mint ugye egy ideje már tűnik. Persze, ha ránézünk a chartra, azért egy-két biztató jelet majd látunk. Nézzük a mai első hírünket, ami nagyon-nagyon érdekes. Azt mondja a Stanley Druckenmiller, aki egy milliárdos befektető, hogy valójában a kriptónak reneszánsza lehet, miközben a bankok, a központi bankokban való bizalom szépen elpárolog, és az emberek nem bíznak benne. Ő azt mondja, hogy a gazdaság továbbiakban is szenvedhet, úgyhogy a további kamatemelésekkel valójában azt látja, hogy a gazdaság makroekonomiai kondíciói tovább fognak romlani, szóval brutál rossz évet vár 2023-ra, és azt mondja, a kriptovaluták, mint a Bitcoin és az Ethereum viszont ugyanúgy több figyelmet kaphatnak a tradicionális befektetésekhez képest, mert az emberek, illetve akár a nagyobb befektetők is a jegybankokba, a kötvénypiacokba és ugye az ehhez kapcsolódó egyéb piacokban hitüket veszthetik, bizalmukat veszthetik, és fordulhatnak kriptóhoz, és ha ránézek a Bitcoinra, akkor megértik, hogy ez full matematika, annak ellenére, hogy ugye ahogy nő a résztvevő emberek száma, egyre inkább csökken a volatilitás, viszont legalább úgy működik, ahogy le van írva. Ugye ezt a hard landinget, a kemény landolást látja
így a jövő évre, ugye ez azt jelenti, hogy a gazdaság nagyot fog koppanni, és ugye nagy bajok jöhetnek, ami ugye további elbocsátás, összeomlásokat és ilyen globális recessziót vetít előre, és ugye itt megjegyzi, hogy annak hogy ő nem tulajdonol bitcoint, viszont ugye azt látja, hogy ebben a helyzetben, amikor az emberek így hitüket vesztik a jegybankokba, akkor valójában a kriptó, ami egy matematikai algoritmuson nyugvó dolog, népszerűvé válhat, és az emberek kriptóba menekülhetnek. Szuper! Menjünk tovább, következő írunk az, hogy ugye Bitcoin lement 19.300-ra, és ugye voltunk ma 20.000 dolláron is, és ugye zárjuk a mai napot, szeptembert. Tudjuk azt, hogy ma egyébként nagy opció lejáratok is vannak, 2 milliárd dollár Bitcoinba, 2 milliárd dollár Ethereumba, és ugye ilyenkor nagyobb a volatilitás, ezt már láttuk napközben is. Viszont ami érdekes, és ugye ezt a chartot már napok óta nézzük, hogy általában a Bitcoin 30-50 napig szokott oldalazni, mielőtt ugye újra lefele tör. Ugye ez volt az elmúlt mondjuk 2 évben, és most így az elmúlt 2 évben legelőször ez az oldalazás nem ez a 30-50 napig tart, hanem 108 napig. Szóval látjuk, esés, oldalazás, esés, oldalazás, esés. Illetve hát itt volt egy enyhe fölfele mozgás. Majd megint oldalazás, esés, általában ezek az oldalazások 30-50 napot szoktak igénybe venni, most több mint 108 napja oldalazunk, ez a 18.000 dollár körüli támaszszint ez egyelőre fogta, és ugye van egy nagy trendvonalunk, ami nyomja lefel az árat, és az utóbbi napokban ezt többször próbálta áttörni, illetve utóbbi 2 hétben többször próbálta áttörni, hamarosan megint ott vagyunk, úgyhogy nagyon érdekes lesz látni, hogy lefele vagy fölfele megyünk, de mindenképpen egy nagy mozgásra számítunk. És ugye hasonlóan itt is megjegyzi, hogy amit ugye az angol jegybank művelt, hogy elkezdett eladni dollárt, valószínűleg más jegybankok is ezt fogják alkalmazni, hogy védjék a saját valutájukat. Egyre rosszabb lesz a helyzet a kötvénypiacon is. Ez azt jelenti, hogy a biztosnak tűnő befektetések sem feltétlenül annyira biztosak, és ugye maga a kriptonak egy reneszánszet élheti, mert az emberek, mint ugye korábban mondtuk, bizalmukat vesztik a jegybankokba. Nézzük a következő hírünket. Egy top kripto elemző azt mondja, hogy kvázi októberre a bitcoinnak minden lehetőség adott, hogy egy frankó kis emelkedést vigyen végbe. Úgy őt elemzi, hogy valójában a szeptember az egyik legrosszabbú teljesítő hónap szokott lenni, az esetek 20%-ában szokott pozitívan zárni, míg októberben az esetek 78%-a pluszban szokott lenni, és általában 28%-os emelkedés szokott hozni. Úgyhogy látjuk, február, ami hasonlóan magas, mint az október, és ugye arra számít, hogy most az elmúlt hónapok rossz teljesítménye után októberben egy jó teljesítmény lehet, és hogy az átlagos profit szint az 28% szokott lenni, és ugye azt is megnézi, hogy mennyivel vagyunk a korábbi csúcs alatt, hogy a különböző medvepiacokban 2011-12-ben 94%-kal jött lejjebb, 13-15-ben 86%-kal, 17-19-ben 84%-kal és eddig 75%-kal. Úgyhogy még jöhetünk innen lejjebb, de azt, hogy innen most még egy 80%-os esés jöjjön, ezt ő nem látja, igazából nem lát erre realitást, úgyhogy azt mondja, hogy egy jó októberi kezdésre számít, azt mondja, hogy pár napig most ne nézzük a chartot, és október elején jöjjünk vissza, és egy frankó kezdésre számít október hónapban. Oké, nézzük a következő hírt. Ugye Goldman Sachs korábbi nagy vezető Rob Paul beszélt egy picit, ő is ugye azt látja, hogy a következő hónapokban nagy összeomlás lát, további kamatemeléseket, és az, hogy teljesen a gazdaságot recesszióba dönti a jegybanknak a túlzott kamatemelése, és ugye tudjuk, hogy ez azért van, mert előtte meg túlzott pénznyomtatás volt. Egyébként ugye az angol jegybank most pénzt újra lazított, és ugye az, hogy ő kötvényeket vásárolt, ez ugye egy kvantitatív easingnek, ugye egy pénzügyi lazításnak
tudható be. Még annyit elmond ugye Roald Pohl, hogy bármit nézünk az elmúlt 40-50 évből, bármilyen befektetői, meg befektetési banki közvélemény kutatásokat, a legrosszabb az embereknek a hangulata és a várakozása most. Úgyhogy azt látja, hogy ugye akár még az S&P 500-as is lejjebb mehet egy 10%-kal, viszont szerinte a kriptó már jobban beáraszt ezt az egész szigorítás és recessziós dolgot, mint a többi piac, és azt mondja, hogy ő vásárolt a júniusi mélypontokba, és hogyha szerint ezt az egész apokalipszist, azaz összeomlást már beáraszta a kripto piac, és itt igazából ő jelenleg a kriptóra fogad, és a kriptóban látja azt, hogy a piac minél előbb megfordulhat, illetve hát előbb megfordulhat, mint a többi. Nagyon érdekes, jönnek a Chainlink hírek, szerintem a Chainlinkről ki fogunk jönni egy külön videóval. Azt mondja, hogy a Chainlink egy token infrastruktúrát épít a Swiftnek, hogy a Swift a bankoknak a nemzetközi platformja, ahol ugye a bankok a nemzetközi átutalásokat a Swift rendszeren keresztül vezetik. Amikor én bankos voltam, akkor is a Swift volt, csak akkor még néha faxot is használtunk hozzá, és faxon küldözgettünk dolgokat. Ma már talán nem kell faxolni, de ki tudja. Viszont jelenleg a Swift erről az elavult rendszerről, ami van neki, át fog térni egy úgynevezett a Chainlink által biztosított cross-chain interoperability protokollra. Ez azt jelenti, hogy egy keresztlánc átjárhatósági protokoll, magyarán azt jelenti, hogy több blokklánc, több network is fog tudni működni, át lehet menni Ethereumról majd Solanára, Solanáról Ethereumra, onnan Polkadotra, onnan NIR protokollra, Cosmos Atomra, meg stb. Stb. Binance Smart Chainre, vagy amire szeretnének. Ugye 11 000 bankot szolgál ki a Swift, és ez egy óriási bejelentés, és azt gondolom, hogy a Chainlink ezzel bizonyított azt, hogy már nem csak egy DeFi projekt, ami a DeFi projekteknek adja az árat és az árjegyzést, és biztosítja az adatokat, hanem a Chainlink lesz az úgynevezett TradeFi, a Traditional Finance, a hagyományos pénzügyeknek is egy meghatározó protokollja és alapvető funkciója, alapvető funkciókat kiszolgáló szolgáltatója, úgyhogy az, hogy 11 000 bank fog mondjuk a Chainlink által fejlesztett token infrastruktúrát használni, az azt gondolom, hogy elég komoly dolog. És ugye korábban halljuk, hogy a Ripple dolgozik bankokkal, ad infrastruktúrát, viszont ez szerintem sokkal-sokkal komolyabb. A Chainlink árában ez még nagyon nem jelent meg. Ekközben Binance vezérigazgatója CZ azt mondja, hogy van egy katalizátor, ami az egész crypto adoptionnek óriási löketet adhat, és ugye az a 90-95% az embereknek, aki még nincs kriptoba, az megérkezhet. Ez nem más, mint a tiszta szabályzói környezet, ahol lehet tudni, hogy mi hogyan kell a kriptoval tervezni, dolgozni, mik a szabályok. Azt mondja ugye, hogy akik korán jöttek a kriptoba, vagy libertáriusok, vagy anarchisták, akik nem szeretik a szabályokat, és persze ők ellenük lesznek, bármilyen szabály is lesz, viszont az emberek tömegei, az emberek 90-95%-a, annak meg jó lesz, hogy van szabályrendszer, mert akkor legalább el tud benne igazodni, és tudja, hogy hogyan lehet akár mondjuk a megbízható pénzügyi infrastruktúrák, mint például Binance, illetve Chainlink, illetve ugye bármi egyéb, ami akár centralizált, decentralizált, de már évek óta működő, megbízható rendszer kriptot kapni, illetve hát a legtöbb bank is már ad kriptot, illetve fog kriptot adni. Persze vannak olyan országok, ahol rossz a reguláció, és mondjuk betiltanak, mert nem veszik a fáradtságot, hogy az innovációt segítség keretek között kibontakozni. Azon ezek az országok egyébként is vesztesek, így a saját véleményem szerint. Másrészt van jó reguláció, ami ugye ezt támogatja. Még itt arról szól, ugye, hogy az amerikai felügyelet ugye mindig jön, hogy ez értékpapír, nem értékpapír. Azt mondja, hogy a kriptoeszközök nem kategorizálhatók ilyen könnyen be. Rengeteg van, ami inkább fizetőeszközként működik, rengeteg van, ami inkább egy ilyen protokoll felhasználható, protokoll használati eszközként működik, szóval rengeteg eszköz van, és nem lehet ilyen könnyen kijelenteni, hogy most melyik értékpapír, vagy melyik nem. Következő hírünk, USDT Tether Stablecoin, a New Yorki bíróság elrendelte, hogy bizonyítsák, hogy mi van mögötte, kvázi a kibocsátott USDT stablecoinok mögött mi a fedezet. Ugye azt állítja a Tether cég, hogy ugye
maga amerikai dollár van ugye bankszámla, meg különböző likvidés kockázatmentes eszközökbe, most ezt szeretné a bíróság látni. Azt gondolom, hogy ugye ez már évek óta megy, bízok benne, hogy már eljutottak odáig, hogyha az elején nem is volt, de már ez mind rendben van, és ez nagyon frankó lenne, hogy ez publikusan így látható is lenne. Ekközben a másik nagy stablecoin projekt, a Circle USDC, 5 új blockchain-en fog elindulni, és egy cross-chain transfer protokoll csinálnak, ami azt jelenti, hogy ugye megint a blokkláncok között lehet majd ide-oda menni, és a különböző USDC-ket a különböző blokkláncok között átvinni. Arbitrum, Cosmos, NEAR, Optimism, Polkadot. Ebből Arbitrum és Optimism Ethereum Layer 2 megoldás, azaz Ethereum rétegén futó egyéb blokkláncok, amik az Ethereum használatát segítik. Cosmos, NEAR, Polkadot meg ugye önálló blokkláncok, és egyébként a Polkadot egyébként is ugye az átjárhatóságot veszi célkeresztbe. Következő fontos hírünk, hogy a Warner Music csoport partnerkedik az OpenSea-vel, ugye a legnagyobb NFT piactérrel, hogy a Web3 lehetőséget a művészeknek biztosítsák, ugye különböző művészek, zeneszerzőknek az NFT, ugye egy kreatív közeg, amivel ugye továbbítani tudják a művészetüket. És egyben ugye a közösséget is be tudják kapcsolódni, rajongókat be tudják kapcsolni a rendszerbe, és jobban ki tudják magukat fejezni, úgyhogy ez egy frankó dolog. Következő, Binance alapítója bejelentette, hogy Romániában irodát nyitottak, hogy a régióban képviseljék magukat, hát szomorú vagyok, hogy ez nem Magyarországon történt meg, de ez azért van, mert Romániában egyrészt sokkal nagyobb a kripto iránti láz, a crypto adoption, és ugye ne felejtsük el, hogy például az Elrond nevű kriptocég az román, és ugye rengeteg fejlesztő van Romániában, úgyhogy az ennek is betudható, hogy Romániában nagyobb a kripto elterjedése. Hát jó lett volna, hogyha Magyarországra jön, de mindegy, nekünk az is, hogy itt van a szomszédban, közel vagyunk, úgyhogy bízom benne, hogy ebből azért profitál Magyarország is. Oké, menjünk és nézzük meg, hogy mi a helyzet még. Na, találsz a leírásban egy linket, a cryptoworldmester.com/webinár. Gratis webinárt fogunk hamarosan tartani, pontos dátumot még nem tudom, ugye ezt már szervezzük. Itt ugye beszélni fogunk rengeteg dologról. Akár arról, hogy a mostani gazdasági helyzet miért ilyen, akár arról, hogy most a dollárral még a jövőben mi történhet, hogy az euró forint hogyan, miként van ilyen helyzetben. Beszélhetünk arról, hogy az arany és a bitcoin között mi az összefüggés. Beszélni fogunk arról, hogy a technológiák hogyan terjednek el, és a kriptovalutákban miért van óriási lehetőség, és aki még nincs benne, miért kell, hogy itt legyen, mert maga az internet óta ez a legkomolyabb innováció, és ez nem csak egy hóbort, ez nem csak egy biznisz, ez nem csak egy dolog, hanem valójában a pénz is ezáltal érintve van, és az, hogy itt pénzről van szó, decentralizált pénzügyekről, különböző lehetőségekről, amiben be tudsz kapcsolódni ideje korán, ez egy fantasztikus dolog, úgyhogy gyere! Ugye itt a lejjebb görgetsz, itt lesz a regisztrálók fül, az a lényeg, hogy itt add meg az adataidat, e-mail, jelszó, stb. Ezzel egyben regisztrálsz a Crypto Worldmaster platformra is, ahol például számos izgalmas dolgot már használni fogsz tudni, portfóliótervezőt, különböző eszközöket, amivel a kriptos dolgaidat meg tudod könnyíteni. És ugye, hogyha körbenézel a platformon, akkor ugye találsz egyéb olyan lehetőségeket is, például, mint a Standard Smart Pro tagsági csomagok, amelyben a teljes oktatási anyag egészen az alapszinttől a haladó szintig megtalálható, illetve a haladó szint hamarosan feltöltésre kerül. A haladó szint már fel van töltve, a pro szint lesz hamarosan feltöltve, úgyhogy bátran gyere és válasz csomagokból is, hogyha szeretnél edukálódni. Oké, menjünk, nézzük meg, hogy mi a helyzet a Twitteren. Feltétlenül kövess a Twitteren, Kukac Miklós Denkler, minden, ami kripto, a Twitteren történik. Laserpunk projektünknek gratulálunk, megvolt az első tesztelésünk, mintelési tesztelésünk, és ugye hamarosan jön a Launchpad, ahol ugye kifejezetten művészeknek fogunk segíteni, hogy NFT-kben tudják magukat kifejezni. Ekközben
Az Instagram, ugye nagy közösségi média, már hozzá lehet csatolni és posztolni a különböző digitális gyűjteményeinket, NFT-ünket, úgyhogy nagyon-nagyon frankó, lájkot és megosztást megérdemel. Ugye itt van ez a tweet, amiben ugye a Chainlink bejelentette a partnerséget a Visa-val, és ugye ne felejtsük el, hogy a Swift az valójában a nemzeti banki digitális pénzekkel is foglalkozik, érdemes meghallgatnod. Ebben a videóban itt beszél a CNBC-n Stanley Druckenmiller, hogy ugye a kripto reneszánszát élheti, így, hogy a nemzeti bankokban megrendül az emberek hite. Ha tudsz angolul, nézd meg ezt a videót. Oké. Na, szuper, menjünk, nézzük meg ebben a következő tweetben. Azt kérdezik itt, hogy most medvésen érezzük-e magunkat itt a support szintnél, vagy bikásan. Látjuk, hogy mind a Nasdaq, mind az S&P 500, mind a Bitcoin, mind az altcoinok makro támasz szinteken vannak. Ezek jelentős támasz szintek. Ugye innen jó esélye jöhet egy felpattanás, viszont az is lehet, hogy még megyünk lefelé. Ugye ez ilyenkor a nagy kérdés, hogy ilyenkor vegyünk-e, vagy még várjunk, amikor már megindult a trendforduló, megfordult a trend. Ez persze jobb a trend fordulása után vásárolni. Na, hát úgy néz ki, hogy ugye maga elindult egy dominó effektus, hogy az úgynevezett komoly pénzek, mint euró és angol font elkezdtek bitcoinba áramolni, és nem csak dollárba. Látjuk ugye itt, hogy a befektetők eurót adnak el bitcoinért, és ezen a képen angol fontot adnak el bitcoinért. Látjuk ugye különböző napokat, látjuk, hogy megugrott ez a napi bitcoin volumen. 50 ezer bitcoint vettek szeptember 23-án, vagy ugye most, illetve látjuk, hogy az elmúlt napokban ugyanúgy 50 ezer bitcoint vettek angol fontért, úgyhogy a befektetők nem bíznak a euróban, angol fontban, úgy néz ki, hogy nem csak dollárt vesznek, hanem bitcoint is. Ekközben elindultunk, Corionix-nek van egy nagyon jó promóciója a Bbox tőzsdén. Megtalálod, majd mindjárt megmutatom a Telegramon, ott van a Bboxnak egy referál linkje. Hogyha itt kereskedsz, akkor 20 ezer dollárt lehet nyerni ebbe a kereskedési versenybe. Ha jól emlékszem, akkor talán ez október 7-éig fut, úgyhogy érdemes lájkolni, megosztani, illetve ugye ez is erről szól, szuper. Úgyhogy gyere, és hogyha szeretsz, akkor kereskedj. Jó, oké, itt még van a Patreon platformunk, megtalálod a linkjét a leírásba. Egyrészt itt meg tudod köszönni a videókat, hogy folyamatosan hozzuk neked a tartalmat ide a YouTube-ra, illetve hogyha szeretnél egyéb komolyabb tartalmakhoz jutni, mint piaci kitekintések, trade setupok, farmok, launchpadek, launchpaden lehetőségek, fundamentális elemzések, akkor itt a CryptoMinds Pro-ban tudod ezt megtenni, úgyhogy itt rengeteg hasznos dolog van. Ugye itt beszéltünk korábban például olyan airdropokról is, ami egy-egy ökoszisztéma használatakor jogosultá válhatsz, hogy több ezer dollárnyi tokent kapjál azért, mert egy-egy protokollt használtál, és ezzel megjutalmaznak. Ezeket is posztoltunk az elmúlt időszakban többet, úgyhogy gyere, csatlakozz, ezzel ugye támogatod a csatornát, és jutsz egy kis extra tudáshoz. Na, menjünk és nézzük meg, hogy mi történik a csárton. Nézzük. Hát Bitcoin jelenleg 19.600-nál van. Szuper. Oké, BLX csárton vagyunk. Heti csárt. Ez a gyertyánk zöld. Nem tudom hogyan, de zöld gyertya van. Tegnap, amikor néztem, nekem úgy tűnt, hogy 20 000 fölött kell zárnunk, de akkor lehet, hogy valamit benéztem tegnap, nem tudom. Tegnap, mint ezt pirosnak láttam volna, valaki bezöldítette, minden esetre egyelőre zöld a gyertyánk. A nagy trendvonal, amit ugye látunk az egyik cikkben, itt van. Mielőtt elmegyünk alacsonyabb idősíkra, nézzük meg, hogy mit csinál a dollár erősség. Picit jön lefele, ugye ha napi csárton nézzük, akkor pár napja jött lefele, itt a 114,7-nél volt a csúcs, jött lefele, még jöhet egyébként lefele. Ez
adhat egy kis rallit a részvénypiacoknak és a kriptonak. Persze itt a trendvonalnál és a támasznál még sok minden el fog válni. Jelenleg ugye látjuk, hogy euró forint 4,22, úgy látom, akkor a forintot extra mértékben ütötték sajnos, és dollár forint 431 csúcsokon van, úgyhogy remélem van sok USDT-d, USDC-d, illetve a bitcoinod van, akkor is jól érzed magad, mert az is dollárban van kifejezve. Szuper, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a bitcoinnal. Igen, itt is zöld ja bocsánat, heti gyertya, igen, azért néztem, mert heti gyertya, bocsánat, havi gyertyát kell nézni. Havi gyertyánk piros, jó, akkor nem csalódunk szeptemberbe. Havi gyertyánk piros, oké, nem szóltam semmit. Igen, tegnap jól mondtam, körülbelül 19-20 ezer dollár körül, 19.900 fölött kéne zárni, de mindjárt megmondom pontosan. 19, hát mondjuk 20.080 fölött kéne zárni, hogy zöld gyertyát kapjunk, szóval előbb tévesen néztem, az heti gyertya volt, havi gyertyánk továbbiakban is piros. Szóval szeptemberben nem csalódunk, viszont bízunk az októberben, azaz, hogy fölfele megyünk októberbe. Ugye itt van ez a nagy trendvonalunk, aki lefele nyomja az árat. Ugye itt kóstolgattuk már két hete, kóstolgattuk ugye pár napja, csak akkor még nem is tudtunk ott zárni, napon belül szúrtunk föl, és most is ugye itt szurkálódunk. Persze innen még lefordulhatunk, viszont ne felejtsük el, hogy az alsó trendvonalunk az itt van ebbe a 18.000 körüli szinten, úgyhogy letörhetünk, hamarosan nagy mozgás lesz, azt gondolom egy héten belül nagy mozgás fogunk látni. Ha lefele megyünk, shortolunk, ha fölfele longolunk. Jó, a minden coin most nem nézünk végig, a Binance coinra veszünk egy pillantást, mert egész szépen mozgott, hogy elért a 2,90-et, itt volt egy trédünk, ami ugye 2,84-nél már a felét meg volt a take profit, ugye a másik fele még nyitva van, várjuk, hogy elmenjen 2,98-ig, stop loss fölhúzva profitba. Amire szeretném, hogy még ránézzünk, az nem más, mint a Chainlink, régi nagy kedvencünk. Ugye ezt, amióta a kriptóoktatásokat tartunk, követjük. Szerintem először 5-6 dollárnál kezdtünk el vele foglalkozni, nem, bocsánat, 4,5 dollár, igen, 2000 májusában 4,5 dollárnál, ugye utána ebből lett 50 dollár, azaz az több mint 10-szeres volt, és ugye most az 50 dollárról ereszkedtünk le erre a 7-8 dolláros szintre, ahol most vagyunk, és ugye itt egy jó ideje úgy néz ki, hogy ezen 6 dollár alá nem ment, azon, amit nagyon-nagyon olcsó volt 6 dolláros szinten, elkezdtük longolni, tört a trendvonalat, persze nem egy nagy emelkedés, hanem kioldalazott belőle, viszont a fundamentális dolgok alapján, és hogy milyen fejlesztéseket, és most a smart konfon miket jelentenek be a chaining kapcsán, én nagyon-nagyon bullish vagyok, és szerintem egy nagyon komoly projekt van, már nem csak egy DeFi coin, hanem az egész jövő pénzügyi rendszerének egy nagyon fontos alapköve, fundamentális protokollja szerintem, úgyhogy chainingben nagyon bízok, illetve hát ugye a Matic is a nagy kedvencünk, ami Ethereum Layer 2 megoldás, és egyrészt a játékoknak az új blokklánca, és például a Matic is partnerséget kötött ha jól emlékszem, a Starbucks-szal, és talán legutóbb a Swift-tel is kötött, vagy nem, vagy a Visa-val, valamelyik nagy céggel, de ezt elő fogom nektek szedni. Oké, ennyit így mára, úgyhogy köszönjük szépen a lájkot, feltétlenül nyomd meg, ha még nem tetted meg, gyere, és nézd meg a Patreon csatornánkat, iratkozz fel a gratis webinárra, ami ugye hamarosan érkezik, valamint a Twitteren feltétlenül kövess, és érdemes ezeket megosztani, mert ezzel te is tartalomgyártóvá válsz. Örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, csodás hétvégét, és bízunk abba, hogy egy frankó zöld október fog nekünk jönni, illetve ugye novemberben amerikai előválasztások, és az is hozhat majd egy zöldülést, hogyha egy kicsit konkrétabban látunk. Apropó, még ugye itt van a Telegram
csatornánk, ugyanúgy megtalálod a leírásban a linken, Crypto Minds, feltétlenül gyere, hogy itt tudunk kommunikálni, kérdezni, érdemes megnézni a pinelt üzeneteket, és hogyha ellapozol itt a hasznos linkekig, akkor itt megtalálod a tőzsdéket, ahol különböző kedvezményeket is kapsz, és például itt van a Bbox tőzsdének a linkje is, illetve még rengeteg más hasznos link, ezeket mind nézd meg és használd bátran. Örülünk, hogy itt voltál, fantasztikus napot, csodás hétvégét, szia!